Köszöntöm Önöket, a Pannon Televízió híradóját látják. Ma március 9-e, Fanni névnapja van. 64 éve Moszkvában eltemették Sztálint, 83 éve megszületett Jurij Gagarin, orosz asztronauta, az első ember, aki eljutott az űrbe. Következzenek a nap legfontosabb hírei, először csak röviden. A magyarországi Kelebija a legbiztonságosabb település, míg a szerbiai Kelebiján éppen ellentétes a helyzet. Egyre feszültebbek a szerb és magyar határ mentén várakozó bevándorlók, a magyar kormány új határrendészeti szigorításai miatt elégedetlenkednek. Alig 2 hét és átadják az Y-ág első elkészült szakaszát Szabadkánál, a környékbeliek számára nagy könnyítést jelent. Temerinben befejeződött a nem legalizált épületek terepi jegyzékbe vétele. A magyarországi Kelebián szinte minden lakosra jut egy fegyveres személy, mondja a település polgármestere. A határmenti falu utcáin percenként vonulnak végig a hatóság járművei, amelyek mind a határvédelmét szolgálják. Illegális bevándorlókkal nem is lehet találkozni a településen, állítják a helyiek. Egymást érik a rendőrautók a magyarországi Kelebia központjában. A település utcáin azonban nem csak velük, hanem a katonaság járműveivel is sűrűn találkozni. A megerősített határőrizet óta sokkal biztonságosabb a falu, vallják a helyiek. Hát az igazság benne, hogy ezek a határőrség meg a rendőrség azért a falunak köl, még belegondolunk ebbe a menekült részbe, úgy gondolom én, hogy azért ezek csak köllenek. Még a falunak is a biztonsága csak jobb. Nincs annyi bevándorló, miután van ez a kerítés, mint azért. Régen arra felém is az erd alatt lakunk, de ott rengeteg volt régen, akik járkáltak arra, mentek tombba fele, de hála a jó Isten, hogy én azt mondom, most nem látok már mostanában az erdőbe bujkálnának ott vagy valami, meg fölgyújtották az lakatlan házakat. Szóval én azt mondom, hogy előtt ez a szigorítás már nem lett volna, akkor én azt mondom, hogy problémás volna itten azért ennyi bevándorlóval. A település lakosainak biztonságára nem csak a hatóság emberei, hanem csaknem 40 térfigyelő kamera is ügyel. A település polgármestere szerint sosem volt biztonságosabb a falu. Településen szinte minden lakosra jut egy-egy fegyveres személy, ezért a közbiztonság az rendkívül jónak mondható, és ez nem is csoda ilyen körülmények között, de természetesen ez csak hozadéka annak, ami a lényeg, hogy migránsok gyakorlatilag idegen bevándorlók nem tudják megközelíteni a települést. A határszakasz másik oldalán, a szerbiai Kelebián már nem ilyen rózsás a helyzet. A közelmúltban olyan is előfordult, hogy az illegális bevándorlók fényes nappal fosztották ki egy család hűtőszekrényét. A magyar kormány újabb szigorításaitól nem sok segítséget vár a település vezetője. Ha megduplázódik ez a határ, amivel ők ezt jogosan csinálják, még nehezebb lesz átmenni. És akkor az mit jelent, hogy mindig több és több lesz itt a migráns, mi nálunk? A bejelentések szerint a magyar-szerb határszakaszon május 1-ig felépül az úgynevezett okoskerítés. Emellett az illegális bevándorlásra vonatkozó jogszabály is változik. A jövőben nem csak a határtól számított 8 kilométeren belül elfogott migránsokat viszik vissza a magyar-szerb határa, hanem minden az országban illegálisan tartózkodó személy a jelenleg bővítés alatt álló tranzitzónákba kerül, amelyeket a menekültjogi kérelmük elbírálásáig csak Szerbia felé hagyhatnak el. Ilyen tranzitzóna jelenleg Kelebia és Horgos határában van. Egyre feszültebbek a szerb és magyar határ mentén várakozó bevándorlók, a magyar kormány új határrendészeti szigorításai miatt elégedetlenkednek. Van, aki azt tervezi, új útvonalakon próbálkozik majd az Európai Unió területére jutni. Teherautó érkezik az egykori szabadkai téglagyár területére. Lassan már nem maradt tető a migránsok feje felett, hiszen bontják az egykori üzem tégla égetőjét, ahová csak nem 50 illegális bevándorló húzódott be. A vizet egy helyi kútról merik. Telefonjaikat a szabad ég alatt töltik, áramot a munkásoktól kapnak. Van, aki gitározott, amikor a helyszínre értünk. A céljuk továbbra is, bármi áron az Európai Unióba jutni, mondja az egyik férfi. 8 times in the Hungary border, 3 times in the Romania border, and 1 time in the train. So
We are hopeless in this condition because we try again and again and we can't cross the border. A jogi határzárral kapcsolatos szigorításokat még kedden fogadta el a Magyarországgyűlés. Ennek értelmében menedékjogi kérelmet személyesen, kizárólag a határon lévő tranzit zónában lehet benyújtani, a menedékkérőnek pedig a kérelme jogerős elbírálásáig ott kell várakoznia. A folyamat akár egy évet is igénybe vehet az illetékesek szerint. Yeah, I heard about that they will detain for a long time. Inside the Hungary, when you cross the fence, if they catch you, so they will detain you in the close camps maybe for a long time, 6 months. Az elemzők úgy vélik, a szigorítások miatt egyre több migráns ragadhat Szerbiában. Maguk a bevándorlók sem szeretnének húzamosabb ideig a balkáni országban tartózkodni. Yeah, we are much worried about that. Everybody is frustrated about that law because they are going to put us in the jail if we cross the border. A migránsok azt mondják, semmiképpen sem tágítanak az egykori gyár területéről. Egészen addig ott fognak tanyázni, amíg az utolsó téglát el nem bontják a területről. Sikerült több illegális bevándorlóval is beszélnünk, akik elmondták, hogy szinte az összes szerbiai befogadóközpontban jártak már, és reményvesztettnek érzik magukat, mint mondják, a magyar kormány új határőrizeti politikája miatt, hiszen most már sokkal nehezebben tudják megközelíteni az Európai Uniót, sokan azt tervezik ez miatt, hogy Románia felől próbálkoznak majd. Eddig összesen 3 biztos jelöltje van az április 2-ai köztársasági elnökválasztásnak. Alekszandr Vučić az elsőként kihirdetett biztos elnök jelölt. Másodikként a választási bizottság Sasa Janković nevét hirdette ki, harmadik pedig a radikális pártvezér Vojislav Šešej. A köztársasági elnökválasztás napján több mint 8000 szavazóhelyen adhatják le voksukat a választópolgárok. Vuk Jeremić is átadta az államfőválasztáson való részvételhez szükséges aláírásokat a köztársasági választási bizottságnak, mintegy 15 000-et. Jeremić elmondta, hogy azért indul a választásokon, mert egyre nagyobb a szakadék a gazdagok és a szegények között az országban. Hozzátette, a polgárok jobbat érdemelnek, és meg kell változtatni a rendszert, mert az már nem az emberek érdekét védi. Jeremić kiemelte, azért március 9-én adta át a jelölését támogató aláírásokat, mert ez a nap a megosztottság és a belső ellentétek szimbóluma, amire többé nem szabad majd sor kerüljön Szerbiában. Kandidujem se zbog toga, što smatram da zaslužujemo, možemo i moramo bolje. Kandidujem se zbog toga da bi ponovo imali šansu. Kandidujem se zbog toga što je potrebno promeniti ovaj sistem koji je prestao da radi u interesu građana. A Magyar Kanizsán megtartott lakossági fórumon megjelentek, támogatták a Vajdasági Magyar Szövetség döntését, miszerint a párt Alekszandr Vučić elnök jelöltsége mögé állt. A városháza dísztermében a helyiek mellett csókaiak és török kanizsaiak is megjelentek. A felszólalók konkrét példákkal támasztották alá, miért is állt a VMS a hatalmi koalíció elnök jelöltje mellé. Pásztor István elnök aláhúzta, a párt közösségépítő célkitűzései, ezzel együtt a vajdasági magyar közösség pozíció is megerősednek azzal, hogy Alekszandr Vučić győz az április 2-ai államfőválasztáson. Lehetőséget teremt arra, hogy azt a anyagi támogatást, amit az anyaországtól kapunk, akár a művelődési szféra, akár a civil szféra, akár az oktatás vonatkozásában, vagy a falugonnaki rendszer, vagy pedig a gazdaságfejlesztési program tekintetében, vagy pedig ingatlanaink felújítása és továbbépítése vonatkozásában, ezeknek a lehetőségeknek a megvalósulását tudja szolgálni az a pozíció, amit meg fogunk erősíteni azzal, hogyha Vučićot támogatjuk és ő fog a köztársasági elnök lenni. Magyar Kanizsa polgármestere a VMS elnökségi tagja önkormányzati vonatkozásban is fontosnak tartja, hogy a hatalmi koalíció jelöltje győzön az elnök választáson. Fejsztámer Róbert kiemelte, ahhoz ugyanis, hogy az önkormányzati projektek megkapják a kellő politikai támogatást az itthoni és a nemzetközi pályázatokon, az eddigekhez hasonló korrekt és nagyon jó együttműködésre van szükség. Hogy ez működjön, hogy ennek mi is tanújelét adjunk, nem mindig csak kérjünk, hanem adjunk. Is. Ennek az együttműködésnek szerintem az alapja az, hogy az elkövetkező választásokon itt Magyar Kanizsán is a közös elnökjelöltet támogassuk, hiszen hogyha elvárjuk, hogy minket támogassanak, akkor az a minimum, hogy mi is támogassuk azokat.
Pásztor István és Fejsztálmer Róbert mellett a kampányrendezvényen felszólalt még Kern Imre államtitkár, Egeresi Sándor, a VMS tanácsának a tagja, és Újhelyi Nándor, a VMS török-kanizsai községi elnöke is, akik szintén rámutattak a koalíciós kormányfőjelölt támogatásának fontosságára. A lengyel kormány tiltakozása ellenére Donald Tusk marad az uniós tagállamok csúcsvezetői tömörítő Európai Tanács elnöke a 2017. június 1 és 2019. november 30-a közötti időszakban, jelentették be csütörtökön Brüsszelben, röviddel az állam és kormányfők tanácskozásának megkezdése után. A szavazáson a 28 tagállami vezető közül 27-en Tusk mellett tették le a voksukat, egyedül Beata Szidló lengyel miniszterelnök nem támogatta az eddigi elnök újraválasztását. Az Európai Tanács elnökének mandátuma 2,5 évre szól és egy alkalommal megújítható. Az elnök képviseli az Európai Uniót a nemzetközi szintéren, valamint ő hívja össze és vezeti le a tagállami csúcsvezetők üléseit. Meg kell erősítenünk a Nyugat-Balkán országainak egyértelmű európai perspektíváját, jelentette ki Jean-Claude Juncker. Az Európai Bizottság elnöke ezt a ma esti EU csúcsot megelőzően nyilatkozta, majd hozzátette, hogy ennek ma muszáj megtörténnie. Ehhez mindenképpen jó alapul szolgál Federica Mogherini múlt heti balkáni látogatása. Az unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője világos és hatékony támogatást vár az Európai Uniótól a Nyugat-Balkánnal kapcsolatban. The Western Balkans. We have this point on the agenda. I was visiting the entire region exactly 1 week ago. We've discussed this with the foreign ministers last Monday, and I would expect that the European Council will today send a very strong message of engagement, commitment, and openness and credibility of the pattern that will lead the region towards the European Union. A Hágai Nemzetközi Bíróság ma elutasította azt a beadványt, amelyben Bosznia-Hercegovina a Szerbia ellen népirtás vádjával indított per újratárgyalását indítványozta. Az újratárgyalását Báki Rizetbegovic, a boszniai elnökség bosnyák tagja kezdeményezte. Az indítványt a szerb és a horvát társelnök nem támogatta. Érdekességnek számít viszont, hogy Szulejmán Ugyanin, a bosnyák nemzeti tanács elnöke igen. A Hágai Nemzetközi Bíróság döntésére Bakir Izetbegovic sajtótájékoztatón reagált. Számomra ez egy hatalmas csapás mint embernek és mint bosnyáknak. A bíróság úgy döntött, hogy becsukja a kaput az igazság előtt. A korábbi ítélet nem fedi fel a Milosevic rezsim teljes szerepét a boszniai háborúban, mondta Izetbegovic. A Belgrád-Pristina párbeszéd felfüggesztéséről fogadott el határozatot a koszovói parlament, egészen addig követelik a dialógus szüneteltetését, amíg Ramus Haradinajt feltétel nélkül fel nem mentik és Szerbia ejti a vádakat. Koszovó azt kéri az Európai Uniótól, gyakoroljon nyomást Szerbiára, hogy ejtse a Koszovó jövőjéért szövetségpárt vezetője elleni összes vádat. A kiadatásról április 6-án döntenek Franciaországban. Szerbiát meglepte Koszovó azon döntése, miszerint felfüggesztik a párbeszédet Belgráddal, jelentette ki Marko Gyurić, a szerb kormány Koszovó ügyi irodájának vezetője. Hozzátette, a párbeszéd szándékos megszakítása is azt mutatja, hogy csak Szerbia elkötelezett a régió békéje és stabilitása érdekében. Nagy diplomáciai siker, hogy az Amerikai Egyesült Államok és a NATO is Szerbia álláspontját támogatja a koszovói hadsereg megalakításával kapcsolatban, mondta el Marko Gyurić, a szerb kormány Koszovó ügyi irodájának vezetője. Szerinte, ha az ügyben ekkora támogatást élvez Szerbia, akkor a koszovói hadsereg megalakítása teljességgel kizárt. Ako protivljenju Beograda, protivljenju stalnih članica Saveta bezbednosti koje nas tradicionalno podržavaju. Sada dodamo i protivljenje dakle, Sjedinjenih država i samog NATO-a. Jasno je da ono što je Tači najavljivao za danas, a to je danas izjašnjavanje o formiranju takozvane vojske Kosova, se jednostavno neće desiti. Két napig tartott a szerb hadsereg gyors hadtestének műveleti képességeire vonatkozó rendkívüli ellenőrzés, amely megállapította, hogy az egységek készen állnak a bevetésre. Zorán Györgyevics védelmi miniszter elmondta, az egységek teljes mértékben készen állnak minden feladatra. A miniszter elmondása szerint a különleges dandár és a katonai rendőrség gyors reagálású erőit vetették ellenőrzés alá. Hozzátette, a hadseregnél rendszeres és rendkívüli ellenőrzéseket folytatnak, viszont leszögezte,
Több évtized után most először végeztek ellenőrzést ilyen formában. A továbbiakban is folytatjuk ezt a gyakorlatot, mert így módon növeljük hadseregünk képességeit, húzta alá Györgyevics. Az ellenőrzés alatt az egységek felvonulásokat, tüzérségi gyakorlatot, különféle különleges hatású harci helyzetek megoldását is gyakorolták. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Az újvidéki nemzetközi oktatási kiállítás a legmagasabb elismeréssel nagy aranyéremmel jutalmazta az Óbecsei gimnáziumot. Megkezdték a gyümölcstermelők a tavaszi ültetést. Alig két hét és átadják az Y-ág első elkészült szakaszát Szabadkánál. A környékben lakók számára ez egy közeli csatlakozást biztosít az autópályára, a horgosi határátkelő, illetve Újvidék felé. Hétköznap délelőtt tönként csendes Orom központja. Gyakran előfordul azonban, hogy naponta több kamion is átrobog a kis településen. Az elkészülő Y-ág erre is megoldást nyújt. De nem csak ezért örülnek a helyiek a bekötőút elkészülésének. Például, hogyha megyünk Szegedre, ott van rokonunk, vagy ilyen dolog, akkor nagyon jó, hogy föl lehet most már majd menni. Nagy könnyítés, mert eddig ugye a rendőröktől kellett mindig szögdösni, hogy ne legyen belőle probléma, de könnyítés, persze, könnyítés. Nem tudom, hogy majd fizetni kell, persze, azért, hogyha valaki el akar a határig esetleg jutni, vagy valami ilyesmi, ezt nem tudom még. Régóta vártuk, hogy az megtörténjen. A férjem kamionsofőr, és ő ottan sokat jár, és ez igen könnyít nekik, hogy nem kell kerülőt tenniük be a városba, és akkor úgy csatlakozzanak az autópályára. Március 27-én csak a bekötő útszakaszt és a hozzá tartozó körforgalmat adják majd át az autós és kamionforgalomnak, nyilatkozta Kern Imre a Pannon RTV-nek. Az államtitkár kiemelte, a munkálatok elkészültével Szabadka és a környékbeli települések kapnak egy újabb kijáratot az autópályára. Az itt élők így lényegesen gyorsabban juthatnak majd el a horgosi nemzetközi határátkelőhöz is. Most egy kilométer lesz átadva a őszre, ahogy említettem, 5,5 kilométer, összesen az idén 6 kilométer. A maradék kb. 18 kilométer pedig 18, illetve 19-ben lesz majd átadva. Azzal, hogy az az elképzelésünk, hogy 18-ban be szeretnénk fejezni a Topolyai körgyűrű, Topolyai úti kereszteződés és ez a körgyűrű közti szakaszt, azzal gyakorlatilag a nyugati iparzóna is kijáratot kap majd az autóútra. A tervek szerint őszre a Zombori és a Topolyai utat összekötő szakasz is elkészülhet. Az Y-ág teljes szakasza, amely a kisbajmoki ipari zónát is összeköti a kelebiai határátkelővel, a projekt szerint 2019-re készül el teljesen. Temerinben befejeződött a nem legalizált épületek terepjegyzékbevétele, és jelenleg tart a valós adatok, illetve a kataszteri adatok összehasonlítása. A törvényesítési eljárást az építkezési felügyelő végzése alapján indítják meg, és a fellebbezés, illetve a megfelelő dokumentumok benyújtásának elmaradása az épületek lebontását eredményezheti. Temerinben mintegy 3500 nem legalizált objektum került fel a terepi felmérés során készített jegyzékbe. Ez a számadat azonban még módosulhat. Taj podatak će se menjati vrlo često. Ljudi koji imaju građevinske dozvole nisu to upisali u DKP. Pa kad mi otvorimo DKP, onda ispadne da je objekat nelegalan, u stvari nije. Ha a terepi adatok és a kataszteri adatok alapján megállapítják, hogy az adott objektumot nem legalizálták, akkor az építkezési felügyelő mind az ügyfélnek, mind a kataszteri hivatalnak továbbítja a bontási végzést. Koliko će tu biti, da li će tu biti, bit će sigurno, ali koliko će tu procenata biti što ne može ni po jednom zakonu, prosto nije moglo ni po jednom zakonu da su zakoni, pa ne može ni po ovom, ja to sad ne mogu da kažem, ali mislim da ćemo mi kad završimo popis u nekih narednih, nakon popisa na mjesec dana imati taj neki procenat šta može da se odmah u zakoni šta ne. A törvényesítés egyszerűsített eljárásban történik, és az illetékek sem túl magasak. Egy 100 négyzetméteres lakóépület törvényesítéséért 500 dinárt, 100-200 négyzetméterig 15 ezer dinárt kell fizetni. Azzal, hogy valamennyi költséggel jár még a földmérő alkalmazása is, ami a szükséges dokumentáció benyújtásához kell.
ellenőrzik azt is, hogy az az épület a szatellit fölvételen rajta van-e, mert valójában csak azokat az épületeket lehet törvényesíteni, amelyek rajta vannak a szatellit fölvételen. A körülbelül egy évvel ezelőtti aktuális szatellit felvétel alapján dolgoznak, tehát ha olyan épületről van szó például, amely 2 hónappal ezelőtt épült, azokat nem lehet már utólag törvényesíteni. Az illetékes községi hivatalban elmondták, hogy a törvényesítési folyamat során végrehajtható az úgynevezett konverzió is mindössze 300 dináros áron, ami igen kedvező, ugyanis ez a folyamat egyébként 700-800 dinárba kerülne négyzetméterenként. Március 8-án zárult az Újvidéki Nemzetközi Oktatási Kiállítás, a legmagasabb elismeréssel, nagy aranyéremmel jutalmazta az Óbecsei gimnáziumot. Az elismerésért az itteni iskolák mellett montenegrói, horvátországi és bosznia-hercegovinai tanintézmények is versenyeztek. A több mint 9 évtizedes múltra visszatekintő Óbecsei gimnázium történetének egyik legnagyobb elismerését vehette át a napokban Miodrág Baszerit igazgató, amikor az Újvidéki Nemzetközi Oktatási Kiállítás nagy aranyéremmel jutalmazta a tanintézményt. A közelmúltban az illetékes minisztérium is a legmagasabb osztályzattal jutalmazta a tanintézményben folyó munkát. Az igazgató szerint ez is közre játszott a mostani elismerés elnyerésében. Možemo se pohvalimo da preko 90% naših učenika upiše željene fakultete. I skoro u tom procentu upišu na budžet i naravno završe te fakultete, a do sada smo ih imali skoro 10.000 gimnazijalaca za ovih 91 godinu postojanja naše škole. Az Óbecsei gimnáziumban idén is nyílik egy magyar osztály. Az itt tanuló diákok a magyarországi versenyeken is eredményesen szerepelnek. Magas szintű tudást ad át a diákoknak. Ez abból is tükröződik, hogy számos versenyen első, második és harmadik díjakat hoznak haza. A szerbélyi versenyeken kívül Magyarországon rendezett versenyeken is részt vesz az Óbecsei gimnázium. Óbecsén az idén csak nem 70-nál kevesebb elsős iratkozik be a középiskolákba, mint ahány befejezi a 8. osztályt. Miodrág Baszerit igazgató szerint a gimnázium jövője szempontjából ezért lenne nagyon fontos regionális oktatási központtá fejleszteni Óbecsét. Megkezdték a gyümölcstermelők a tavaszi ültetést, aki most ültet facsemetét, minél előbb szeretné élvezni termését, viszont a termelők azt is tudják, hogy ehhez több év kell. Aki almafát ültet, választhat az új fajták közül, ugyanis gyorsabban válnak termővé a hagyományos ültetvényekhez viszonyítva. Az alma a legfontosabb és legkedveltebb gyümölcsfajtának számít Vajdaság szerte. Egyre inkább elterjedté válnak az új, intenzív művelési módú ültetvények. A termelők többsége azonban még félve vállalja az új telepítési módot. Egyelőre a középerős növények mellett döntenek a facsemete kiválasztása során. Domonkos Rezső kispiaci termelő ősszel telepített ültetvénye szintén középerős csemetékből áll. Manapság már sokkal sűrűbben is ültetik, de mi úgy gondoltuk, hogy még ez nem vagyunk benne biztosak, hogy tudunk építeni támrendszernek, és ezek a fák támrendszer nélkül is megállnak. A régebbi ültetvények fajtáihoz viszonyítva az új csemeték ára jóval magasabb, viszont akár 2-3 évvel korábban termővé válnak. Tavaly ősszel a régi fajtáknak 150 dinár körül volt az ára. Ezzel ellentétben az intenzív fajtákat szinte duplájáért árusították. Ez nagyban befolyásolja a termelők választását. Pap Mónika mezőgazdasági mérnök úgy véli, hogy a jövő az intenzív művelési módú növényeké. Ugyanis pont a gyorsabb termővé válás, illetve a rövidebb élettartam miatt jobban ki tudja elégíteni a mai piaci igényeket. Mint ezek a növények, amelyeket az újabb ültetvényekben használnak, ezek a növényeknek másfajta habitusa van, tehát másfajta a növekedési sajátossága. Mit értek ez alatt? Például mindegy, hogy milyen talajról beszélünk, gyenge növekedésű alanyokat használnak ezekben az ültetvényekben, például M9-es alanyt. Ezen kívül ezek kisebb fát nevelnek, valamint ugyanúgy bőtermőek, ugyanúgy hamarabb fordulnak termőre, viszont az első osztályú gyümölcsöknek a száma az maga. Vidékünkön egyelőre többségben vannak a régi hagyományos ültetvények, de a szakértő szerint szép lassan felváltják őket az új fajták.
Sokan a lehetetlen küldetés bélyeggel látták el a Barcelona-Paris Saint-Germain összecsapást, ugyanis valóban nem sok esély mutatkozott rá, hogy a két csapat első mérkőzésén megsemmisítő 4-0-ás vereséget szenvedő katalánok kiharcolják a továbbjutást a francia csapat ellen. A Barcelona már a találkozó elején a kapuja elé szegezte a párizsi csapatot, Luis Suárez pedig a harmadik percben fejjel szerezte meg a vezetést. A katalánok még a 87. percben is 3 gólra voltak a továbbjutástól, ám Neymar kétszer betalált a Paris Saint-Germain hálójába, Sergi Roberto pedig a 95. percben döntött, a 6-1-es eredmény 6-5-ös összesítéssel juttatta a Bajnokok Ligája legjobb 8 csapata közé, a Barcelonát. Az európai kupa történelemben korábban egyetlen csapat sem tudott 4-0-ra elveszített első mérkőzés után tovább jutni egy pár harcból. A Barcelona győzelmét világszerte csodaként emlegetik, míg a francia sajtó történelmi hajótörésnek nevezte a párizsiak vereségét. A tegnapi nap másik mérkőzésén a Borussia Dortmund 4-0-ra verte a Benficát, így 4-1-es összesítéssel jutott tovább. 1-1-es döntetlennel ért véget a Spartakusz Zdrebcseva körvése a Krusevácsi Napredák labdarúgóinak mérkőzése a Superliga 25. fordulójának keretében a Szabadkai Városi Stadionban. A kevés helyzetet hozó találkozón a vezetést Vukánovics góljával a vendégek szerezték meg az első félidő közepén. A hazaiaknak az 56. percben Mudrinski révén sikerült egyenlíteniük. A forduló rangadóján a Vojvodina 10 perc elteltével már 2-0-ra vezetett a Crvena Zvezda ellen, a fővárosiak azonban a második félidőben 3 gólt szereztek és megfordították a mérkőzést. A harmadik vajdasági csapat, a Palánkai Bácska hazai pályán győzte le az 1-0-ra a Lucsáni Mladosztot. A tabellát a 64 pontos Crvena Zvezda vezeti, az 58 pontos Partizán és az 54 pontos Vojvodina előtt. A Spartakusz a 8., a Bácska pedig a 14. helyen áll. Eddig tartott a híradó, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer röviden. A magyarországi Kelebia a legbiztonságosabb település, míg a szerbiai Kelebián éppen ellentétes a helyzet. Egyre feszültebbek a szerb és magyar határ mentén várakozó bevándorlók, a magyar kormány új határrendészeti szigorításai miatt elégedetlenkednek. Alig 2 hét és átadják az Y-ág első elkészült szakaszát Szabadkánál, a környékbeliek számára nagy könnyítést jelent. Temerinben befejeződött a nem legalizált épületek terepi jegyzékbevétele. Köszönjük a figyelmüket, amennyiben még több hírre kíváncsiak, látogassanak el honlapunkra, pannonrtv.com-ra. Most kezdődik a Vajdaság dűlőin, amelyben Székely Kevére látogatunk, utána pedig Szát. Maradjanak továbbra is velünk, a viszontlátásra!